egy ismerős párkapcsolati mérkőzést mutatunk be, amelyet maga az élet írt. Nap mint nap képesek vagyunk megvívni éppen azzal, akit szeretünk. Első felvonás, az erőszak egy hétköznapi észrevétlen formája, a hibáztatás. Elárulod, hogy miért erre jöttünk? Mert le akartam vágni a forgalmat azért. De jó, bent vagyunk az erdőbe. Kicsit húzódj lejjebb, hogy a csiga el tudjon menni mellettünk, és menj egy kicsit lassabban, hogy biztos, de hogy hova elkéssek. De hova sietsz? Mondtam, hogy időre megyek, hogy hova sietek. Itt bumlizunk másfél órája. Nem hiszem, jó, értem, mondom. Csak azért fordultam vissza, mert ott meg dugó volt. De mondom, mondtam, hogy ne fordulj vissza, mert te mindig olyan okos vagy. De most ne haragudj, bocsáss meg. Én nem haragszom, de... csak nem tetszik ez a helyzet. Ez büntető túra vagy városnéző? Második felvonás, a revans, azaz erőszakra erőszaka válasz. Hogyha segíteni akarsz, akkor ne csesztessél. Tudod, hogy gyűlölöm használni ezt a rohadt okos telefon meg a GPS-t. Megpróbálod találni a saját. Akkor miért nem nézted meg, hogy merre kell menni? Miért nem nézed meg? De elindulsz, hát odaérünk. Miért nem nézed meg? De akkor te miért nem nézed meg? Elővehetted volna a telefonodat, és elkezdhetted volna megnézni, hogy hol vagyunk, segíthettél volna legalább ennyit. Hát mit csinálsz, csesztetsz? Nem én mondtam, hogy elviszlek. Én megkértelek téged, hogy elviszel? Persze, persze, drágám. De miért állok? Megyünk. Nem, mész össze-vissza. Azt se tudom, hol vagyunk. Komolyan de mondom. De figyelj, ne haragudj. Legalább annyival segíts, hogy befogod a szádat, előveszed a telefonodat, megnézed, hogy hol vagyunk, mert te annyira okos vagy, hogy még az okos telefonodhoz is értesz. Akkor fogd meg. Miért nem engedted el, akkor annyival is lassabban haladnám. De befejeztem. Megállok az út közepén. Ez jobb, ha megállok az út közepén? Vagy abba hagyod? Harmadik felvonás. Azért sem szólalok meg. Kibírja tovább a csöndet. És azért egy kis káröröm belefér. Negyedik felvonás, ha nyílt erőszakkal nem megy, marad az áldozati játszma, a manipuláció. Téged hurcollak, és semmi más nem hallgatok. Így vagyok, hogy ott vagy, ezt nem csinál, nem tudsz befordulni, mikor ma te magad nem tudsz vezetni. Annyira okos vagy. Akkor legalább tényleg a szád ne járna. A lelkem kiteszem, hogy odaérjél a... Komolyan, miért megyünk oda? A repülőgép modelleket szerelsz, felnőtt ember létedre. Neked ez okoz örömet, és ott törölgetem a port a rohadt modelljeidről. Mert még arra sem vagy képes, hogy rendet rakjál. Ötödik felvonás. Az áldozati játszma ellenszere egy másik manipuláció. A sértődés semmibevevés. Ezt most komolyan mondod, hogy nekiállsz aludni? Soha többé nem viszlek el. Ez volt az utolsó, nem, itt a vége. Hatodik felvonás. Kiütéssel vesztes, mindketten. Jó, szállják ki, vagy nem, de mennyi, akkor mennyi tömegközlekedése, te parancsolj, szállják ki. Szállják ki. És hova mész? De most hova mész? Most hova mész? Hát ez hülye. Alig 4 perc alatt sikerült vesztes-vesztes helyzetet teremteni. Mindannyian képesek vagyunk változtatni, kilépni a játszmás menetekből. Ebben tudunk segíteni.